A gyerekjogok pontosan ugyanúgy érvényben vannak a családodban, mint bárhol máshol. Ezeket a jogaidat egyik családtagod sem veheti el, sértheti meg, vagy kötheti feltételekhez. Ilyen például, hogy jogod van a testi, szellemi, érzelmi és erkölcsi fejlődéshez is a saját családi közegedben. A jogszabályoknak minden esetben a gyermek legfőbb érdekét kell figyelembe venniük, és törekedniük kell arra, hogy saját családodban nevelkedhess. Viszont vannak olyan esetek, hogy ez nem lehetséges. Például, ha rendszeresen bántanak, vagy nem tudnak elég jól gondoskodni rólad. Akkor állami gondozás alá kerülhetsz, ez viszont csak is a legutolsó lépés lehet, akkor is csak a te fejlődésed érdekében. Egy gyereknek joga van mindkét szülőjével kapcsolatot tartani, még akkor is, ha más államban élnek. A gyereknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon a jogainak az érvényesítéséről. Azaz, minden téged érintő ügyben figyelembe kell venniük a véleményedet. Azaz, a felnőtteknek meg kell hallgatniuk téged, és meg kell fontolniuk, amit mondtál. Fontos tudnod, hogy Magyarországon zéró tolerancia van a bántalmazással kapcsolatban, legyen az testi vagy lelki. Azaz, egy darab atyai pofon sem fér bele. Szintén fontos tudnod, hogy ez nem szégyen, szóval már segítséget kérni a hozzád közel álló felnőttektől, tanáraitól vagy a képernyőn látott szervezetektől. Illetve rendelkezésedre áll a jelon.hu-n a névtelen csetelés, ha kibeszélnéd a problémáidat. További kérdésekkel kapcsolatban keresd a Hintalomon Gyermekjogi Alapítványt.